és amikor végeztem a dolgommal, rájöttem, hogy nincsen WC-papír, de az volt a legrosszabb, hogy az osztályban nem volt WC-papír, se zsebkendő, ezért szaros valaggal ültem az iskolába. Hát ezt elhiszem el! Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, ahogy én kivágtam ezeket a kommenteket. Annyira sírtam a röhögést, hogy hihetetlen. Ha nevetni akartok, hogy valamelyik haverotok szomorú, ezt a videót küldjétek el neki, ugyanis kitettem Facebookra meg a YouTube falamra, hogy lehet vicces sulis történetet írni, ami veletek történt meg. Kiválogattam a legjobbakat, de van még, úgyhogy ha szeretnétek második részt, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ezeket fogjuk megnézni, és együtt fogunk nevetni rajta, mert hihetetlen, tényleg most nem tudom a valóság alapját, mindenki döntse el a sztoriknak, ugye bármit lehet írni, de szerintem igazak a történetek, és ugye nem mindenkinél tudtam, hogy kiengedélyezi a nevet meg a képet, ezért azt kisatíroztam, de köszönöm szépen mindenkinek, aki írt sztorit. Hát az első történetünk, bemelegítünk, és tényleg a legjobbat hagytam a végére, mert hát az fantasztikus, ugye előjönnek megint a kaki sztorik, meg a WC sztorik, úgyhogy most a ti történeteiketeken fogunk nevetni. Szünetben az egyik osztálytársamnak meghúzta a virág szárát, ami a szekrény tetején volt, és ráesett a fejére a cserepes virág. Hát bízunk benne, hogy szegény osztálytársadnak semmi baja nem lett. Ezért nem kell szórakozni a virággal. Láthatjátok, azt is benne hagytam, hogy ki mennyien lájkolta. Valakit nem is lájkolták, de szerintem az is nagyon vicces. A következő 5.-6. osztályosak voltunk barátommal, és angol óra következett. Kint voltunk a folyosón, és a szekrénybe pakoltunk. Én meglöktem haveromat, ő visszalökött, és valahogyan leszettük az ajtaját a szekrénynek. Megyünk a folyosón, és kezünkben az ajtó, most képzeljétek el, két gyerek megy a folyosón egy szekrény ajtóval. Bemegyünk a találnőhöz, és elmondjuk, mi volt, és nevetett. A karbantartó rakta vissza. Azért nevetek ennyire, mert az egyik haverommal mi is jártunk, úgy az öltöző ajtaját szedtük le, és hát ugye nekünk azt hiszem, hogy még apámnak kellett bemennie, hogy visszategye, vagy megjavítsa, mert hogy mi tettik tönkre az ajtót, úgyhogy hát ez hatalmas. A fájó száma nevetéstől pedig el se kezdtük a videót. Óriási, remélem tetszik nektek ez a videó, hogy vannak ilyen újítások a csatornán. A következő, na egy szaktanári figyelmeztetés. Szaktanárit kaptam, mert a tanárnő bejelölt, gondolom Facebookon, és én az óráján töröltem a jelölést. És tiltottam le, a szaktanári telefonozásért kaptam, de mind jól tudjuk, hogy nagyon a szívére vette szegény. Hihetetlen, ugye most már elterjedt az, hogy ugye ismerősök vagyunk a tanárokkal Facebookon, de ugye hát ez hihetetlen, úgyhogy lehet, hogy nem csak azért kaptál szaktanárit, mert telefonoztál, mert lehet, hogy hát így van, hogy ők is emberek, szívére vette, hogy nem jelölted vissza, és szaktanárit kaptál, de hát most mindenkivel előfordul ilyen. Valljuk be őszintén, hogy azért mindenki volt néha egy kicsit szemtelen, tiszteletlen, meg úgymond troll a suliba, de tényleg tisztelni kell a tanárokat, úgyhogy hihetetlen, hogy ilyen történetek vannak, tényleg fantasztikus, ahogy olvastam az egészet, hihetetlen. Nagyban nézünk filmet, itt a órán, haverom mellett ültem, és egy nagy fingásra lettünk figyelmesek. Hátra nézzünk, erre a tanár elkezdi, mi van? Előttem ülő elkezdi, ne fingjak, mert irritáló. Azóta félek egy filmet is megnézni, mert jön a puki szellem. Szóval te kedves néző, te minden filmnél pukizol. Gratulálunk! Kegyetlen, amiket tudtok mesélni. A következő, le volt hajtva a fejem, úgy jegyzeteltem, le volt írva minden, ami a táblán volt. Óra végén rám szól a tanár, hogy válaszoljak az előző kérdésre. Néztem, milyen kérdésre, így azt mondtam, nem tudom, mi volt. Erre azt a választ kaptam, nem volt kérdés, nem figyeltem. Órai munka egyes, így tényleg le tudta tesztelni, hogy nem figyeltél. Más
csavó, te elfoglalva. De tényleg amúgy szoktak, velem is előfordult az, hogy tényleg visszakérdeznek, hogy na válaszoljak az előző kérdésre, vagy hogy mit mondott előbb, mert ha figyeltünk, akkor tudjuk. És hát így órai munkára könnyű egyes kapni. De nem tudom, a szigorúbb tanárok adnak szerintem ilyenkor órai munka egyest. Aki elnéző, vagy ha telefonozunk, elveszi a telefont, vagy tényleg figyel rád folyamatosan, hogy még egy esélyt kapsz, és akkor egyes fogsz kapni, hogyha nem figyelsz. De szerintem ez mindenkinél jellemző, hogy van, amikor elbóbiskol órán, valljuk be őszintén. Következő, amikor hétfő reggel bemész a suliba és kiderül, hogy szünet van. Ez megtörtént, ezt elhiszem, mert egyik évfolyamtársam vagy osztálytársam is járt így, bement hétfőn és kiderült, hogy szünet van. Úgyhogy az kemény volt. Hát ilyen szorgalmas diákokat ritkán látni, nem? Még szünetbe is be akarnak menni az iskolába. Következő, ez durva, ezen nagyon nevettem, hát ez hihetetlen. Az egyik nyelvtan szakkörön a tanár bejött, és hát nem mindenkinek volt füzete, előfordul, köztük voltam én is. Így hát akinek nem volt füzet, az szépen kiküldte, mi 18-an voltunk, és hát bennmaradt vagy 6 ember, mi akik a terem előtt ültünk, elszórakoztunk a takarítóval, egyszer csak kijön a tanár ránk szól, hogy ez büntetés, ne nevetgésünk, pedig szerintem az ő órája. A büntetés. Ne haragudjatok, de ez nem tudok mit hozzászólni. Ez hihetetlen, az ő órája büntetés, szegény. Nem semmik vagytok, nem. Amúgy nagyon sok durva sztori is volt, de azokat nem akartam beletenni, hát ez is kemény azért. Ez is kemény azért, úgyhogy azokat nem szerettem volna beletenni, de remélem, hogy jól szórakoztok. Kiégetnek ezek a sztorik, komolyan mondom. Következő, itt benne hagytam a párbeszédet is, mert írt egy osztálytárs, és ugye ez az egyik durvább sztori, úgyhogy bocsássatok meg, ezt beletettem, és a párbeszédet is benne hagytam. Kb. Harmadikba volt azért, ez is durva. Egyik osztálytársam úgy lökdöste a padomat, hogy kiborultak, vagy főborultak. Idegenben én is elkezdtem az övét, csak kicsit félreérhető pózba. Erre bejön egy tanár, és kaptam egy beírást, miszerint szexuális viszonyt kezdtem a paddal. Azért ezt nem tudom, harmadikban ilyen beírást lehet kapni? Azért az durva. És itt jött a komment, hogy ezt nekem eddig miért nem mesélted, gondolom egy osztálytárs. Nem voltunk jóba, vagy haver, vagy valaki. Azt mondja, na more! Hatalmas gyerekek, hatalmas, nem mesélte neki, hát igen, számon kéri, de akkor megtörtént, csak nem voltak jóba, és azért nem mesélte el neki. Nagyon jó gyerekek, nagyon jó, hát ezt a sorozatot nem hiszem, hogy abba kéne hagyni, úgyhogy mondom, jelezzétek egy lájkkal, ha szeretnétek folytatást. Na ez is jó. Hú, ez már kb. 10 éves történet, de így utólag is sírunk rajta. Össze volt tolva két pad, és így csináltuk a feladatot négyen, és valami rosszat ettem azelőtt este. WC-re nem engedte ki. Ezt amúgy nem értem, hogyha nagy dolgod van és nagyon ki, akkor álljál fő és menjél ki. Hát nehogy már bekakkantsál oda az órára. Engedte ki, hát elröppent egy sunyi galamb. A velem szemben lévő csajnak bedurrant a szeme és elkezdett könnyezni. Hatalmas, de tényleg ezt sose értettem, hogy én is egyszer ki kell kérezkednem WC-re, és nem engedtek ki, mert tudtam, hogy WC-re sose engednek ki, azt kellett mondanom, hogy rosszul vagyok, és úgy engedtek ki. Hát ha nagy dolga van az embernek, és nagyon kell, hát most mit csináljon? Csináljon oda az osztály közepére, vagy mi? Hát ezt senki nem szeretné, úgyhogy ezt sose értettem. Sose értettem. Következő. Szia! Nekem hatodikban az egyik osztálytársam konkrétan semmit sem tudott a töri dogán, ezért odaírta, hogy az ügyvédem nélkül nem nyilatkozom. És így lett kettes. Hihetetlen! Van humorérzék és kreativitás. Fia, egy-két diáknál tényleg, ugye itt azért látjátok, hogy ennyi like van, mert ez a YouTube falamon van, a másikak voltak Facebookon. Hihetetlen, úgyhogy köszönöm szépen, aki ide is írt ilyen sztorikat. Hatalmas, tényleg én nem hiszlek el benneteket, komolyan mondom.
Következő. Szia Dani, velem és egyik haverommal egyszer az volt, hogy hatodikban, a hatodik órában tesi volt. Haveromnak egy barna maci dolga lett volna. Haver, tanár úr, kimehetek mosdóba, nagy dolgom lenne. Ez pont felmérés közben volt, utcafutás, így nem engedte. Futás után nyújtottuk a lábainkat. Mellette voltam, hallottam egy kis szajt belőle. Megkérdeztem, te voltál? Azt mondja, igen, kibújtam edve az adóból. Hihetetlen, itt ív gyerekek, az, hogy nem engedték ki vécére szegényt. És oda kellett kakkantania, hihetetlen. Óriási, gyerekek, már csak kettő sztorink van, de az utolsó nagyon sírni fogtok. Na ezt figyeljük, közép suli, 9. osztály szakács vizsga főzés. Mindenkinek kiosztották az alapanyagot, de nekem nem jutott semmi. 2 óra volt, hogy elkészüljön az étel a bizottságnak. Én nekem felvillant egy jó ötlet. Hátsó ablakon kimásztam, s a suli melletti étterembe beszaladtam az elkészített kajáért, mert pont azt húztam ki tételnek, ami az ő étlapjukon van. Visszamásztam a suli ablakán, s kitálaltam. 5-ös kaptam. Kijátszotta a rendszert! Hihetetlen! Kijátszotta a rendszert! Ki ez az ember? Óriási! Óriási! Na és készüljünk fel a legutolsóra, eddig is nagyon jót szórakoztunk, de a legutolsó az valami kegyetlen. Alig lájkolták, de nekem nagyon tetszett. Azt nem értem, hogy miért nem ment haza a fiatalember. Nekem egyszer vécéznem kellett a suliba, de nem mertem, mert nálunk a suliba nagyon koszos a vécé, de már nagyon kellett, ezért ráültem, és amikor végeztem a dolgommal, rájöttem, hogy nincsen vécépapír, de az volt a legrosszabb, hogy az osztályban nem volt vécépapír, se zsebkendő, ezért szaros valaggal ültem az iskolát. Hát ezt elhiszem el, miért nem kéreckedtél haza? Óriási gyerekek, óriási történeteket meséltetek, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottátok velünk és a többi nézővel. Aki nem került be, ne aggódjon, ha szeretnék a nézők, akkor lesz folytatás, és óriási, bízom benne, hogy jól szórakoztatok, mert én szaraszét sírom ezeket magamat, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Köszönöm szépen, sziasztok!